Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt elnök úr, tisztelt konzul úr, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket Apatin város alapításának 1000 éves évfordulója alkalmával. Köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy gondolataimmal hozzájárulhatok az ünnepléshez. Külön köszöntöm Bakić Miodrág alpolgármester urat, és köszönöm, hogy együtt ünnepel velünk. Többszörös ünnep a mai nap. Először is megemlékezünk Apatin városának alapításának 1000 éves évfordulójáról. Emlékezünk egy kisváros 1000 éves történetére, összefoglalására egy könyvtárnyi kötet is kevés volna. Az 1000 esztendő nehéz és boldog pillanataira, bánataira, örömeire, kínlódására és küszködéseire, sikereire és mindenre, amit megtörtént ezen a területen, népeink és Európa történelme során. Nehéz rangsorolni és akár egyet is kiemelni a település 1000 éves történelméből, de egy nagyszerű eredményt hangsúlyozni kell. A város fennmaradt, él és virul, emlékezik és jövőt épít. És a jövő építését az itt élők együtt, közösen gondolják. Hiszen a település egy közösség, amely értéket ápol, alkot, teremt, és a maga sokszínűségét nem elfelejtve, tiszteletben tartva egymás értékeit, hagyományait, kultúráit, segítve egymás törekvéseit. Ennek a részesei vagyunk ma, és higgyék el, így lehetünk igazi, egyenértékű tagjai egy sokszínű, de mégis egységes Európának. Bízom abban, hogy mielőbb partnerei lehetünk egymásnak az Európai Unióban, rajtunk nem fog múlni. És a mai nap ünnep kapcsán emlékezünk Szent István királyról, aki több mint 1000 évvel ezelőtt megingathatatlan hittel és erővel korát meghazudtoló európai államférfiként építette ki és szervezte meg a térség életét kemény szigorral és mégis nagy szívvel, világos és kiszámítható kereteket adott a mindennapi élethez. 42 évi termékeny uralkodása is azt bizonyítja, hogy jó királya volt népünknek. Ilyen hosszú ideig Európában csak azok tudtak uralkodni és megmaradni, akik nem csak rövid, hanem hosszú távon is tudtak gondolkodni és cselekedni. Akik nem csak a maguk, de országuk lakóinak fejével is tudtak gondolkodni. Nem a hatalom megőrzése, hanem népük szolgálata állt ember feletti, mindennapi szolgálatuk középpontjában. Szent István ilyen király volt. Fiát, akit úgy nevelt és tanított, hogy életművét adhassa át neki, tragikus balesetben hirtelen elvesztette. Az édesapa szívét szorongató, iszonyatos fájdalom ellenére nem adta fel, és hordozta a vállára nehezedő, embertelen terhet. Mindenben mély és megrendíthetetlen hite segítette. Ugye milyen fantasztikus példa? Hiszen mi sokszor mindennapi küzdelmeink során milyen könnyen és gyorsan feladjuk. Fiának írt intelmeiben így ír elől a hitről. A katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, és valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény, hitvallású férfinak. Enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedettel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal. Sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban, vagy a koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is, mert a lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd. Szörényi Levente ugyanezt így fogalmazza meg. Nem lehet, nem lehet, értsétek meg, nem lehet. Hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet. Sokan mondhatják erre, szép-szép, de már nem elég modern. Ebben a világban érvényesülni kell, ahhoz pedig modern eszközök és felgyorsult gondolkodás kell. Szépek, de elavultak a Szent István értékek. Adjunk teret az újnak és a modernnek. Hölgyeim és uraim,
Tudom, hogy minden kornak megvannak a sajátosságai és eszközei, és persze alkalmazkodni kell ezekhez is, de üzenem a kételkedőknek, hogy soha, de soha ne felejtsék el a gyökereiket. A múlt nagyszerű embereitől meg ma is van mit tanulni. És itt az élő példa a mai napon. Csíkos Sándor, aki elhatározta, hogy kerüljön ide Apatinba a település 1000 éves születésnapjának évében, nekünk magyaroknak államalapító, itt a helyieknek település alapító Szent István király emlékét őrző szobor. És itt állunk a szobor leletlezése előtti emelkedett hangulatban. Megtalálta a megoldást. Társakat, szövetségeseket keresett, és talált, nem kevésbé, az alkotást elkészítő művészt. Hát mi lenne itt, ha nem hitt volna abban, hogy a terv, a nagyszerű gondolat valóra válik. És megtalálta Varga Attilát, kőfaragómestert, művészt Gödöllőről, aki eddigi rövid, de annál nagyszerűbb szakmai pályafutása újabb állomásaként megvalósította, formába öntötte, megalkotta az álmot. Köszönet és gratuláció Csíkos Sándornak és a mesternek, és az itt lévő ő büszke édesapjának, aki szintén mester, és minden társnak és segítőnek, és természetesen polgármester úrnak, aki támogatta a törekvéseket, és alpolgármester úr képviseletében együtt ünnepel velünk. És a mai nap ünnep nekünk, gödöllőieknek is. Többen jöttünk el városunkból, hogy együtt lehessünk önökkel ezen a szép napon, hogy miközben együtt emlékezünk Szent István királyra, egy kicsit áthathassunk abból a szellemiségből, amit Gödöllő képvisel. Abból a szellemiségből, ami épít, ami támaszkodik, és erőt merít a múlt értékeiből, és megkíván felelni a jelen kihívásainak, és lendületesen ezekből táplálkozva építi a jövőt. Nem csak utakat, épületeket épít és fejleszt, hanem sohasem feledkezik meg arról, hogy Gödöllőt, mint közösséget is építse. Így tudtunk eljutni oda, hogy az elmúlt fél év EU magyar elnöksége legkiemelkedőbb szintű rendezvényeinek városunk adhatott otthont, mindenki megelégedésére. Európa minden jelentős politikusa megfordult nálunk, és elvitte Magyarország és Gödöllő hírét a világba. Gödöllő Európát befogató, nyitott várossá válhatott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, legyen a mai ünnep is egy újabb fejezete és állomása az egymást elfogadó, sok színűségét megtartó és mégis egységes Európa építésének. Köszönöm, hogy meghallgattak.